Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lakorcai Csaba vagyok, az Emberi Erőforrások Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy sajtótájékoztatót tartom, mert a mai naptól fogva elérhetők már az interneten is a Nemzeti Együttműködési Alap 2014-es működési pályázati eredményei. Hosszú út vezetett idáig. 2010-ben, amikor hivatalba lépett a kormány, azt a célt fogalmaztuk meg, hogy egy olyan új civil szervezeteket segítő támogató, azaz minden egyesület és alapítvány által elérhető és számunkra nyitva lévő támogatási mechanizmust építsünk föl, ami lényegesen kevesebb adminisztrációt jelent a szervezetek számára, mint az addigiak. Lényegesen gyorsabban juthatnak a szervezetek, lényegesen magasabb támogatásokhoz. 2011 év végén az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénnyel létrehozta az Országgyűlés a Nemzeti Együttműködési Alapot. És a Nemzeti Együttműködési Alap 2014-es pályázatait már 2013. október 22-én meghirdette. Ez a korai meghirdetés, valamint a kevesebb adminisztrációt és gyorsított eljárást lehetővé tevő jogszabályi környezet azt eredményezte, hogy január közepére tehát meg tudtak születni a Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázatainak eredményei. Működési pályázat alatt értjük azokat a pályázatokat, amelyek során a civil szervezetek alapvetően különböző a működésükkel kapcsolatos költségeik fedezésére nyújthatnak be támogatási igényt, tehát legyen az rezsiköltség, esetleges munkatársaknak a fizetése, egyéb más hozzájárulások. A 2014-es működési támogatási eredmények tehát azt jelentik, hogy 1 milliárd 588 millió forint kerül szétosztásra 2527 nyertes szervezet között. Mindösszesen 7446 pályázó volt, tehát kimondhatjuk azt, hogy több mint 1,5 milliárd forint kerül 2500 pályázó közül szétosztásra. Minden harmadik pályázó tehát támogatásban részesül. A támogatások volumene kapcsán el tudom mondani, hogy a 250 ezer és 3 millió forint közöttiek ezek a támogatások, ami azt eredményezi, hogy a 2010-et megelőző támogatási mechanizmusokban néhány tízezer forinthoz képest valódi támogatást, értéket jelentő segítséget tud a kormányzat ezekkel a pályázatokkal nyújtani. Néhány napon belül pedig eredményt tudunk hirdetni a szakmai pályázatok vonatkozásában is. A szakmai pályázatok, azok a támogatási lehetőségek, ahol a civil szervezetek, tehát minden egyesület és alapítvány különböző programjaikra, projektjeikre nyújthatták be támogatási igényeiket. A szakmai pályázatok vonatkozásában 953 millió 160 ezer forint kerül szétosztásra, előre láthatóan több mint 1300 kedvezményezett nyertes szervezet között, tehát majd 1 milliárd forintot tudunk szétosztani a nyertes pályázatok között. Azt mondhatnám tehát, hogy 2012-től kezdődően mi már ez a harmadik év a Nemzeti Együttműködési Alap történetében, és most már köszönhetjük a tízezredik nyertes pályázót, tízezredik nyertes civil szervezetet. Ezt szeretném mondani, és köszönetet is szeretnék mondani, mint említettem, egy rendkívül feszített eljárás eredményezte azt, hogy ilyen korán tudunk eredményt hirdetni. Ez a feszített eljárás azt is jelenti, hogy mi 2010-et megelőzően több mint 166 nap volt szükséges egy pályázatnak a lebonyolítására. Ez lecsökkent 2014-re mindösszesen 84 érdemi munkanapra, amely során az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Emberi Erőforrások Támogatás Kezelő munkatársai végigvitték a pályázat kezelési folyamatot. Ugyanakkor mindig el szoktam mondani, nem itt fejeződik be egy pályázatnak az életciklusa. Az eredményhirdetést követően kerül sor a támogatási szerződés megkötésére, és ebben is lényeges gyorsító elemeket vezettünk be. Azon pályázók vonatkozásában, akiknek a támogatási igényét 100%-ig, tehát a teljes kérelmezett összeg erejéig támogatni tudja a kormányzat, ott nem kerül sor szerződéskötésre, hanem már a sajtótájékoztatót követően egy egyoldalú nyilatkozattal, egy úgynevezett támogató okirattal
lehetőség nyílik a támogatás azonnali, gyakorlatilag néhány napon belül történő átutalására. Befejezésül engedjék meg, hogy egy új, teljesen újszerű támogatási lehetőségre is felhívjam a figyelmüket, ugyanis tavaly év végén a kormányzat egy kormányrendeletben lehetőséget nyitott minden civil szervezet számára, hogy ne csupán pénzbeli támogatási igényeket terjesszen elő, hanem természetbeni szolgáltatásokkal, infrastruktúra rendelkezésre bocsájtásával kívánja segíteni a civil szervezetek áldozatos társadalmat gyarapító segítő munkáját is. Ez az infrastruktúra támogatás, ez 10 közigazgatási szerv csoportot érint. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a kormányzat végzett egy előzetes felmérést, több mint 2700 településen, majd 4000 szabad kapacitást pályáztatunk meg februártól kezdődően, és ezen szabad kapacitások felhasználásáról, hogy adott esetben mely helységet, milyen infrastruktúrát, számítógépet, egyéb más ellátottságot, mely civil szervezetek milyen időtartamra vehetnek igénybe, erről a Nemzeti Együttműködési Alap illetékes kollégiumai fogják havonta meghozni a döntést. Miért volt szükség erre az infrastruktúra támogatásra? Elvégeztük a Nemzeti Együttműködési Alap eddigi támogatásainak a társvizsgálatát, ami kimutatta azt, hogy a civil szervezetek nagyon sok esetben hasonló célra, hasonló eszközök beszerzésére kívántak pályázni a támogatásaikat fordítani, és miért kelljen több száz ugyanolyan eszközt, felszerelést megvásárolniuk, és az államnak ezt támogatni, hogy az államnak és különböző intézményeinek ez rendelkezésre áll. És ezeket az eszközöket, lehetőségeket kívánjuk természetben a civilek számára rendelkezésre bocsájtani, és hogy engedjék meg, hogy milyen szervezetek fogják a szabad kapacitásaikat a kormányzati döntés eredményeképpen a civilek számára rendelkezésre bocsájtani. Például az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a különböző közművelődési intézmények, könyvtárak, sportlétesítmények és a Nemzeti Park Igazgatóságok is ebbe a kategóriába kerülnek. Tehát én ezúton is szeretném önöknek keresztül valamennyi magyar civil szervezetet arra kérni, hogy éljenek a lehetőséggel, és éljenek, pályázzanak a különböző infrastruktúrális lehetőségekkel.